Köszöntöm Önöket a Kistelkvárosi Televízió április 12-i adásában. Kérem, tekintsék meg képes műsorismertetőnket. Március 14-én került sor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából a Kistelki Általános Iskolában szervezett rajzpályázat eredményhirdetésére. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg. Március 14-én a Kisteleki Általános Iskola aulájában eredményt hirdettek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére megrendezett rajzpályázaton, ahol a kisteleki diákok által készített rajzokat értékelték. Az iskola aulájában, mivel a rendezvényhez meghirdettünk egy rajzpályázatot is, kiosztjuk majd a rajzpályázat díjait, igen értékes nyeremények lesznek, az első díj 10.000 forintos értékű rajzcsomag lesz, majd pedig utána ott az aulában egy közös ünnepi vacsorával ér véget az ünnepségünk. A pályaművek bemutatták a szabadságharc eseményeit, történelmi alakjait és azt, hogy mit jelent ma számunkra a szabadság. Mind a három fődíjat kap, ezért majd mondom a neveket, akkor légy szíves, gyere ide, hogy átvedd a díjat és az ajándékot és az oklevelet, jó? Egy picikét menjünk hátrébb, hogy ide tudjanak jönni, a vigyázz, légy szíves, hátul vigyázz. Szeretném kérni a polgármester urat, meg Imre atyát, hogy jöjjön, legyen szíves átadni a díjakat. Mintás mondani fogom a neveket, jó? Először szeretném mondani, az első-második osztály kategóriájában első helyezést nyert Tóth Leontina, első osztályos tanuló. Legyen szíves idejönni és átvenni a díjat, hogyha itt van. Ha nem, akkor elteszünk neki jobb időkre. Tóth Leontina, első osztályos tanuló. Ugyancsak első díjat kap, Kézdin Imród első osztályos tanuló, jöjjön, itt vannak. Tapsoljuk meg ők is. Gyere, itt van Imród. Ugyancsak első díjat nyert Paragi Martin első osztályos tanulónk, ha itt van, legyen szíves idejönni. Paragi Martint várjuk. Paragi Martin van-e? Nincs. Jó. Akkor folytatjuk a harmadik, negyedik osztályos kategóriával. Gera Judit első helyezett lett, harmadik osztályos tanuló. Berta Ádám, harmadik osztályos tanuló, Berta Ádám. Itt van az Ádám is, tapsoljuk ő is. És Kis Merint, a harmadik osztályos tanuló, gyönyörű alkotást készített nekünk. Ötödik, hatodik osztályos kategóriában nyert Piknicki Dóra jöjjön. És a ugyancsak első helyezett lett Horváth Hanna, a 5. osztályos tanuló, Zsisák Dorka, a 6. osztályos tanuló, ugyancsak első helyezést ért el. Zsisák Dorka van-e? Itt van Zsisák Dorka is, nagy tapsot neki! Köszönöm. 7. 8. osztályos kategóriában Szűcs László, 7. osztályos tanulót várunk. Harmad Dorina, 7. osztályos tanuló. És Somogyi Milán, 8. osztályos tanuló. Somogyi Milán van-e neki? Itt van. Köszönjük. Nagy tapsot neki. Ez csak kis taps, nagy tapsot. Arra kérek mindenkit, hogy aki látta, hogy a rajza ki van rakva,
ahogy mondtam, mind a 60 alkotás díjat nyert, de nem szeretném a vacsora elől már húzni, tehát aki itt van, jöjjön ide és odaadjuk neki, de mindenkinek egyúttal már jó étvágyat kívánunk a vacsorához. A szabadságharc áldozataira emlékező koszorúzás végén, a rajzpályázat eredmény hirdetése után a résztvevőket egy vacsorával vendégelték meg a szervezők. Az Árpád-Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban fenntarthatósági hetet tartottak, ahol egy környezetbarát városi teherszállítása a kargonómiával ismerkedhettek meg a fiatalok. Ennek részleteiről Lazányi Orsolyát kérdeztük. Az Árpád-Fejedelem Katolikus Gimnáziumban fenntarthatóság hete van, és Lazányi Orsolyát kérdezem ennek részleteiről. Először is köszöntelek itt, mit tudhatunk erről a fenntarthatósági hétről, és nálatok mivel foglalkozhatnak a diákok? Én is köszöntöm a kedves nézőket és mindenkit. Ezt a fenntarthatósági hetet így az egész országban bármelyik általános, meg középiskola megszervezheti. Hát a lelkes tanárokon múlik, azt hiszem, hogy ki mennyire szervezi meg. És én pedig a kargonómia szervezettől jöttem, ami egy olyan szervezet, ami együttműködik, ez egy budapesti szervezet egyébként, és egy biogazdálkodással működünk együtt, és az a célunk, hogy a biogazdálkodásból származó zöldségeket minél több helyen meg lehessen vásárolni, és együttműködünk egy célból egy teherbiciklis futárcéggel. A szervezetnek a neve is a teherbicikliből származik, a Kargó, meg a kargóbicikli az így a teherbiciklinek egy másik neve. És, de amellett, hogy így hogy biozöldségeket szállítunk ki Budapesten, egyébként szeretnénk terjeszteni, meg népszerűsíteni is azt, hogy minél több mindenki, meg több helyen használjanak ilyen teherbiciklit, mert ez egy sokkal környezetbarátabb módja a közlekedésnek, meg a szállításnak. És Budapesten már szerencsére több helyen, több közösségi helynek is adtunk egy-egy ilyen teherbiciklit, amit használhatnak, és a helyi lakosok ki is bérelhetik, de nagyon szeretnénk, ha nem csak Budapesten lenne ez elérhető, hanem vidéken is, és ezért is hoztuk el ide Kistelekre ezeket a teherbicikliket, mert szerintünk ez egy nagyon-nagyon hasznos közlekedési eszközön lehet menni vele vásárolni, kutyát szállítani, vagy ha egy megfelelő doboz vagy gyerekülés van az elején, akkor kisgyereket is lehet benne szállítani, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon hasznos és nem utolsó sorban fenntartható eszköz. A teherbiciklik megismerése mellett mikben próbálhatják ki a gyerekek magukat? Igen, így a kargonómia keretében együttműködünk egy bicikli műhelyen is, amit a ciklonómiának neveznek, ez egy alapítvány, és ez egy szintén budapesti nyitott közösségi bicikliműhely, és azért közösségi, mert nem úgy működik a műhely, hogy az emberek beviszik a bicikliket, és akkor ott van valaki, és akkor megcsinálja, hanem akik bemennek, azok taggá válhatnak ebben az alapítványban, és ott, és ebben a műhelyben van egy csomó eszköz, ami elérhető a tagok számára, és megtanulhatják, gyakorlatilag mindenki megtanulhatja megszerelni a saját bicikliét, és gyakorlatilag egymást tanít. Tehát nincs egy tanár, vannak persze tapasztaltabb tagok, meg kevésbé tapasztaltabbak, de inkább egymástól tanulnak az emberek. És ugye ez egy bicikli műhely, úgyhogy nagyon sok használt gumi is felhalmozódik, amiket hát ki lehet dobni, de nem szeretünk sok szemetet termelni, és ezért próbáljuk újra felhasználni az egyébként kidobásra ítélt dolgokat, és a használt bicikli gumi belsőből lehet különböző ékszereket, karkötőket készíteni, kulcstartót, és egy ilyen programot hoztunk még a gyerekeknek, hogy készíthetnek maguknak egy-egy
egy kis ajándékot, amit haza is vihetnek, és ez a program sem arról szól, hogy mi csináljuk meg nekik, hanem mi hoztunk mintákat, és akkor az alapján ők megcsinálhatják maguknak, amit szeretnének, de rengeteg saját ötletük is volt már egyébként, úgyhogy úgy tűnik, hogy jól sikerülnek ezek a programok. Máté Gábort, Pusztaszerb polgármesterét kérdeztük a település 2019-ben várható fejlesztéseiről. 2019-es évben milyen fejlesztések, programok várhatóak itt a településen? Hát most igazából egyrészt a Líderre koncentrálunk, a Líder pályázatba adtunk már be két pályázatot is a falu szempontjából, egyet a Pusztaszerb községért közalapítvány keretében adtunk be, ami rendezvényre, színpadvásárlásra és hangosító eszközök vásárlására szolgál, erről nincsen egyelőre információnk, hogy hol tart a dolog, a pályázat beadásra került, befogadásra került. És ezen felül pedig hát a Magyar Falvak program keretében várjuk a lehetőségeket igazából. 5 prioritásunk van, ebből egy már úgy tűnik, hogy a kiírások egyet nem fognak tartalmazni, ez az egyedi szennyvízkezelési rendszer, ugyanis a településen pillanatnyilag nincsen vezetékes szennyvízkezelő rendszer, nem is nagyon szeretnénk ilyen rendszert kiépíteni, sokkal jobban szeretnénk egy korszerű, egyedi a lakóingatlan területén szennyvizet kezelő rendszert kialakítani. Ez sokkal jobban kezelhető lenne számunkra, és az üzemeltetési költségei is lényegesen alacsonyabb lennének. Ráadásul a lakóingatlan tulajdonosának a felelőssége is sokkal koncentráltabb lesz azáltal, hogy a saját területéért saját maga fog majd felelni. Ezen felül természetesen nagyon szeretnénk, hogyha a polgármesteri hivatal épületére végre sort tudnánk keríteni, mert hogyha itt körülnézünk a faluba, akkor gyakorlatilag minden középület megújult, rendben van, vagy legalábbis lépett előre. Sajnos a hivatal ezt nem mondhatja el, a hivatal épülete. Energetikai felújításokat tettünk az elmúlt 10 év alatt, korszerű kazán van elhelyezve, ez viszonylag jól működik, megújuló energia van, napelemek szolgáltatják az energiát, az elektromos energiát, de az épület állapota, a tető szerkezete eléggé megromlott állapotban van, ezt nagyon szeretnénk a Magyar Falvak keretében majd megújítani. Hát ezen felül vannak önkormányzati bérlakás problémáink is, itt sajnos úgy tűnik, hogy a Magyar Falvak program keretében nem biztos, hogy neki tudunk menni, mert előírja, hogy milyen célokra használjuk ezeket az ingatlanokat, és kizárja például azt, hogyha a tanárok számára áll rendelkezésre, vagy bizonyos kategóriákat kizár, és nálunk ezek többnyire nem fedik le a pályázati előírásokat, úgyhogy ez lehet, hogy nem fog sikerülni, de ezen felül nincs pillanatnyilag az önkormányzatnak olyan erőgépe, amivel egyébként régebbi pályázatokból megszerzett különböző munkagépeket működtetni tudnánk, tehát egy 100 lóerős traktorra és egy ágzúzó gépre mindenképpen szeretnénk szert tenni. Volt már több ilyen pályázatunk, de ezek nem jártak sikerrel. Reménykedünk abba, hogy ez most majd helyre fog állni. És ötödikként gyakorlatilag a járdák és utak helyreállítása, rekonstrukciója van még a Magyar Falvakban, mint prioritás, és ami minket mondjuk érint. Hát azt gondolom, hogy ebben ugyan tettünk előre lépéseket a közmunkaprogram keretében, de hát például éppen a sportterem, közösségi ház környékén ugye a bontások következtében a járdák azok tönkrementek, egyébként sem voltak jó állapotúak. Az elmúlt időszakban nem is koncentráltunk erre a szakaszra, mert tudtuk, hogy előbb-utóbb bontás előtt áll a közvetlen szomszédságában lépő épület, és azt gondoltuk, hogy a járda is tönkre fog menni ezáltal. De ezt a járdát mindenképpen fel kell újítanunk. Tavaly volt bent egy pályázatunk, ezzel kapcsolatosan sajnos az nem nyert. Reméljük, hogy a Magyar Falvak program keretében erre sor tudunk keríteni. Abban nem nagyon reménykedem, hogy belterületi utak, lakóutaknak az építését fogjuk tudni megoldani, mert ez nagyon komoly összeg lenne. Egyelőre azt gondolom, hogy mindig próbálunk
kisebb lépésekkel, mértéktartóan előre haladni, olyan munkákat vállalni, mivel bírjuk a tempót, az anyagiakat, és képesek vagyunk azok megoldására és utána fenntartására is. Április 11-én ünneplik a költészet napját. Az ünnep kezdetéről kérdeztük Jenei Norbertet, aki mesélt nekünk az általa vezetett kistelki költőklubról, valamint arról, hogy a mai fiatalok életében mennyire is van jelen a költészet. Április 11-én a Magyar Költészet napját ünnepeljük, ebből az alkalomból kérdezem a kisteleki költőklub vezetőjét, Jenei Norbertet. Köszöntelek, Norbi! Honnan indult a Magyar Költészet napja, és mióta is ünnepeljük ezt? A Magyar Költészet napja József Attila születésnapja kapcsán lett egy fontos magyarországi ünnep. Április 11-én ünnepeljük, ahogy említetted te is, és 1964 óta ünnepli Magyarország ezt a napot. Érdekesség hozzátenni, hogy ugyanezen napon született Márai Sándor, kiváló magyar írónk is, ő egy picivel korábban, mint József Attila. Ugye te a civil életben magyar tanárként a gimnáziumban tevékenykedsz. Hogy látod a mai fiatalokat, mennyire érdekli őket a költészet? A mai fiatalokat sok minden érdekli, talán a költészet kevésbé. Azt gondolom, hogy a digitális világ előrehaladtával és térhódításával talán kevesebb szerep jut az írott irodalomnak, illetve hát magának a verseknek, ezáltal a mindenféle kinyomtatott papírra vetett művészeti alkotásnak. Lelkük és szívük aztán nyitotta ezekre a szép irodalmi alkotásokra, talán kevesebbet veszik a kezükbe is, ez az, ami inkább egy picit ezt hátráltatja a dolgot, de igyekszem magyar tanárként a gyermekekkel a verseket, illetve a szép irodalmat megszerettetni. Kisteleki Költőklubnak is a vezetője vagy egyben. Kisteleki Költőklub életében milyen események voltak, vagy milyen események várhatók ezután? A Kisteleki Költőklub kb. 6 évvel ezelőtt alakult, így novemberben leszünk szerintem 6 évesek, és hát a 10 éves korosztálytól egész a 70 évesnélig vagyunk tagok. Sok helyen voltunk már, mint rendezvény, itt a térségben, illetve például a Kiskösön is voltunk egy pár éve, meg különböző esteket is adtunk magunknak is, illetve másoknak is. Most a közeljövőben találkozónk lesz pont most vasárnap egyébként, egyik barátunknál, nem mindig a könyvtárban szoktuk összejönni, de van, mikor így magánházaknál így egymás között vagyunk együttel. Most olyan különösebb eseményünk nem lesz, talán ez az összejövetel vasárnap, amikor is verseket fogunk olvasni magunknak az alkotásaiból, illetve beszélgetünk az irodalom szépségéről. Milyen rendszerességgel találkoztok a költőklubban, és ha valaki csatlakozni szeretne hozzátok, hogy tudja ezt megtenni? A költőklubban általában 2-3 havonta tudunk találkozni, mostanában talán kicsit ritkábban, mert mindenki sok fele van és elfoglaltak vagyunk. Egyébként, ha tudunk, akkor 2-3 havonta összejövünk, legtöbbször a Kisteleki Könyvtárban, vagy mondom, amit korábban mondtam, valamelyikünknél éppen összejövünk, magánházhoz összejövünk. Bárki csatlakozhat, aki érez magában irodalmi vénát, illetve főleg költői lírai vénát, engem nyugodtan lehet keresni, meg lehet találni bárhol itt a városban, meg azon kívül is, és nyugodtan lehet jönni hozzánk. Szeretettel várunk mindenkit. Nemrégiben rendezték meg a Kisteleki Könyvtárban a Balladamondó versenyt, ahol te is ott ültél a zsűriben. Itt első helyen végzett Jenei Klaudia, aki azóta részt vett a megyei versenyen is, ahol megszerezte az igen előkelő második helyet. Milyen érzés volt hallgatni ezeket a gyerekeket? Fantasztikus érzés volt hallgatni a gyerekeket, mert rádöbbentette arra, hogy ezek az 5-6-7-8-os gyerekek, tehát 10 éves fiatalok, kistelek, illetve baksi fiatalok voltak a versenyen, mennyire bele tudják magukat élni egy-egy balladába, és mennyire át tudják magukat adni az egész testüket, hangjukat, mozgásukat, illetve a szemjátékukat is ezeknek a balladáknak a világába. És ez nagyon fontos dolog, hogy egy mai 10 éves gyermek tudja azt, hogy igenis régebben voltak nagyszerű íróink, ma is vannak nagyszerű íróink, és a balladáknak a dráma is, illetve a vígballadáknak ugye a vidámságát átélve át tudják adni a korosztálynak, illetve a tanáraiknak is. A Balladamondó verseny végén a zsűri asztalánál a résztvevők tanácsokat is kaphattak. Milyen tanácsokat adtatok gyerekeknek? Hát a zsűri kollégáimmal egyetemben mindhárman próbáltuk tanácsolni azt a fiataloknak, hogy a ballada végét nagyon határozottan és nagyon egyértelműen ragadják meg és zárják le, illetve a hangsúlyokról beszélgettünk, kiemelésekről, hogy mi az, ami fontos, azt jobban emeljék, kidomborítsák ki, és tulajdonképpen ezeket a tanácsokat próbáltuk adni a fiataloknak.
Végezetül a szülőknek mit tanácsolná, hogy tudnák ők a gyerekeikkel megszerettetni az irodalmat? Hát ha vicces lennék, akkor azt mondanám, hogy a sok digitális eszköz helyett inkább könyveket vegyenek a gyereknek születésnapra, névnapra, karácsonyra vagy bármikor, bármilyen alkalomra, mert azt gondolom, hogy ha a kezünkbe veszünk egy irodalmi alkotást, egészen más varázs fog előhozni bennünk, mint esetleg egy digitális eszközön nézett bármilyen vers vagy bármilyen könyv. Úgyhogy ezt tanácsolom, hogy úgy tudják megszeretetni, hogyha olvastatják őket, ilyet is adnak nekik ajándékba, illetve közösen olvassák a verseket. Március 29-én a Hősök keresztútjához vonultak a kistelki hittanos gyerekek. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Negyedik állomás, Jézus találkozik édesanyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az Úr Jézusnak nagy vigaszt jelentett édesanyjával való találkozása. Biztatás és erő volt a kereszt tovább hurcolásához. Két szív fájdalmas és vigasztaló találkozása és ölelkezése. A jóságos édesanyja nem csak életet ad, hanem szeretetet és erőt is keresztet hordozó gyermekeinek. Az édesanyai könnyek gyermekeikért nem veszhetnek el. Testi lelkesebeinket csak ő érti meg, és ő ápolja szeretetével. Boldog az a gyermek, akinek ilyen édesanyja van. Kereszthordozó népünknek is szüksége van édesanyára. Milyen boldogok lehetünk, hogy nekünk adott az ég Szent István királyunk által. Ahogy Jézus halálában lett a szűzanya égi édesanyánk, úgy lett a mi édesanyánk is Szent István királyunk halálában. Amikor István közeledni érezte halálát, magához hívatta az ország egyházi és világi vezetőit, és az ő jelenlétükben a szűzanya kezébe tette le hazánk sorsát. Azóta Mária országa vagyunk. Erről azonban sokszor elfeledkezünk. Pedig keresztet hordozó népünknek szüksége van a gyermekét szenvedésében és hűtlenségében is szerető édesanyára. Népünk legjobb gyermekei tudták ezt, és tudják ma is. Ezért létesült annyi búcsújáróhely, ahová elzarándokolunk, hogy életkeresztutunkon találkozzunk égi édesanyánkkal, és kísérjük magunkat ölében, és kérjük, szállj közénk, és sír te is velünk. Vigasztald, és ments meg nemzetünk. A mi édesanyánk a könnyező Mária. Igen, mert mindig több oka volt felettünk sírni, mint nekünk örülni. Több oka volt és van hazánk sorsa felett könnyezni, mint örülni, hisz nem csak a múltat és a jelent, de megszenvedtük a jövőt is. Van miért sírni a magyarok nagyasszonyának. Családjaink széthullanak, gyermekeink a szenvedélyek karjaiba kerülnek, az anyák teste is koporsó lesz és nem bölcső. Az anyák csak szülők és nem édesanyák lesznek, mert hagyják gyermekeiket elkallódni. Ők maguk is sokszor szenvedélyek áldozataivá válnak, és nem a szép élet példájával tündöklő édesanyák. Kérjük a szűzanyát, hogy adjon nekünk szent édesanyákat, hogy újból szent nemzet és Mária országa legyünk. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. Drága Jézus, vinni szent keresztet. Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. A keresztúton csak egy ember volt, aki segített a tántorgó,
és már alig-alig lihegő Jézusnak, Cirenei Simon. Őt is kényszerítették. Hol vannak, akiken segített Jézus, akiknek meggyógyította béna karját és a lábát? Hol van valaki a tömegből, akit Jézus kenyérrel táplált? Hazánk is de sokat roskadozott a szenvedések és népek keresztútján. Hol vannak, akiknek életét, anyagi és szellemi javait védték a mi hőseink és katonáink, a tatárok, a törökök, az oroszok ellen? Ki segít most? Ki sajnál most bennünket? A kőszegi vár falán van egy tábla, amelyre ez van írva. A nyugat, amelyet életünkkel és vérünkkel védtünk, Trianonnal fizetett. Jól megfizetett. Hazánk háromnegyed részét ellenségeinknek adták, akik azóta is utálják és gyűlölik népünket, és határon kívül élő testvéreinket a föld színéről is eltörölni igyekeznek. És ezt a hálást nyugat tétlenül nézi. Egy valaki volt, aki odaállt mindig mellénk a keresztúton, hogy segítsen, és ez Róma, a Szentszék, a pápák voltak. Ők anyagilag is, de erkölcsileg is szenvedő népünk segítségére siettek. Küldték a pénzt és a hadsereget a török ellen Nándorfehérvárnál és Budánál. 8. Kelepen pápa mindent megtett, hogy Magyarországot felszabadítsa a töröktől. 1,5 millió forintot küldött, valamint 3 alkalommal egy-egy hadsereget. 8. Kelemenig a pápák összesen 7 millió aranyat küldtek hazánk megsegítésére. Mohácsnál több ezer pápai katona esett el. Sajnos Európa, amelyet véreztünk, csak nézte a pápák erőfeszítéseit. 11. Ince pápa 4,5 millió aranyat küldött Magyarország felszabadítására. Neki köszönhetjük Buda felszabadítását 1686-ban. Küldték Kapisztránt Jánost, hogy segítse Hunyadi Jánost megszabadítani hazánkat és a nyugatot a mindent elpusztító töröktől. Hogy ezeket ne felejtsük, a déli harangszó figyelmeztet bennünket és a világot. A földi segítségen kívül segítettek az égiek is, a magyarok nagyasszonya és a magyar szentek. Sajnos velük sem sokat törődünk, és nem követjük szent életük példáját. Volt, amikor a szentek nevét is töröltük a falu és utca tábrákról. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Veronikon, behisvésdve! 6. állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Veronika szeretett gesztusa engesztelés volt azokért a bűnökért, amelyekkel megaláztuk Jézus arcát, vérbe, könyvbe borítottuk. Nekünk, magyaroknak is van Veronikánk, aki engesztelte Isten bűneinkért, amelyek miatt ránk szakadt a tatár veszedelem. A mi Veronikánk Árpádházi Szent Margit volt. Az ő tiszta élete, lélekkendője törölte le Jézus arcáról a sarat, szennyet, vért és könnyet, amivel mi mocskoltuk Jézus arcát. Ezért volt hozzánk irgalmas az Úr, és megszabadította hazánkat a tatár veszedelemtől. Szent Margit a nagybőjben olvasgatta Jézus szenvedésének történetét, és közben átérezve Jézus szenvedéseit, sírt. Margit lelki életének központjában a szenvedő Jézus állt. Ezért tudott éjjeleket átimádkozni, a legalantosabb munkát végezni, és fogadalmaiban hűségesen megmaradni. Lelkében hordozta Krisztus tövis koronás képét. Sok bűn és mocsok szennyezi most is Isten arcát és a magyar lelkeket, akikért és amikért engesztelnünk kell, hogy Isten legyen irgalmas hozzánk, és ne zúdítson ránk országpusztító veszedelmet. Tartsatok bűnbánatot, hangzik a jézusi szózat, különben mindannyian elvesztek. Meg kell térnünk, amíg nem késő. Talán a mai időknek is megvannak a névtelen, Istent engesztelő bárányai, akikért Isten még irgalmas hozzánk. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Hogy Istenre, kukonyha én voltam,
Bülbülbülbe annyit bukdácsoltam. Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az Úr ismét elesik, nem csoda. Az egész világ lelki szörnyűsége terheli meg a keresztet. Rajta vannak a mi bűneink is. Mi magyarok is rátesszük Jézus vállára bűnbugyrainkat. Egyik nagy és szégyenletes bugyrunk az élet ellen elkövetett bűneink. Sajnos ebben is a világ élvonalában vagyunk. Nem kell ide háború, fertőző betegségek, természeti csapások. Elpusztítjuk mi magunk is magunkat. Pénz, önzés, szabadosság, erkölcstelenség minden mennyiségben. Család, gyermek, édesanyai hivatás, életadás, hűség, szeretet, áldozat a nemzetért, egyházért, családért, gyermekért, azt nem. Kétkedés nélkül hiszünk a sátánnak. Ha nem engedelmeskedtek Istennek, ha nem törődtök a 10 parancsolattal, boldogok lesztek. Nem tanultunk a paradicsomi ember tragédiájából. A hazugsot isteni szankció követték. Kiüzetés az Édenből, verejték, szenvedés és halál, por és hamu. Mindezek a keresztbe vetett hit nélkül a poklot jelentik. Itt csak a kereszt segíthet, illetve a rajta függő Krisztus. Amíg nem késő, roskadjunk oda az összeroskadt Krisztus mellé, és fogadjuk meg, hogy nem nyúlunk hóhér és Heródes kézzel az élethez többé. Amit pedig tettünk, azt jóvá tesszük. Azt mondja az Úr Jézus, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. A magzatnál kisebb ember nincs. Amit neki teszünk, Krisztusnak tesszük. Ha engedjük megszületni, Krisztus születik által a világra. Ha megöljük, Krisztust öljük meg, mert ő azonosította magát az emberrel, függetlenül attól, hogy az az édesanya testében van-e, vagy kívül van-e. Az életet Isten adja. Egyedül neki van joga azt elvenni. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. 8. állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus a rajta siránkozó asszonyokat súlyos felelősségükre figyelmezteti. Sirassák magukat és gyermekeiket. Azok az anyák, akik elhanyagolták gyermekeik nevelését, súlyosan vétkeztek és vétkeznek. Mert minden szülőnek kötelessége a gyermek nevelése. Ezt tudták Jézus szülei, és meg is tették. Milyen sokszor panaszkodnak ma a szülők gyermekeik viselkedése miatt. Tiszteletlenek, durvák, engedetlenek. Arra azonban nem gondolnak, vagy nem merik bevallani, hogy mindezeknek sokszor az ő nevelésük az oka. Mit várjunk azoktól az anyáktól, akik maguk is káromkodók, templomkerülők, italozók, akiknek a gyerek csak teher, és akiktől imádság helyett trágárkodást tanul a gyermek. Ezután még csodálkozunk, hogy a gyermekből is csavargó lesz. A háború előtt kötelező volt a hitoktatás. Maguk a szülők is nagyrészt vallásos emberek voltak. Tisztelték embertársaikat. Az ateizmus azonban szétvert mindent, és a szülők nagyon sokan félelemből, érdekből, gyávaságból vagy hanyagságból elhagyták gyermekük vallásos nevelését is. És most itt az eredmény. Italozik, kábítószerezik az ifjúság nagy részre, mert azt tartja értéknek. A szülőnek ma csak egy joga van, minél több pénzt adni a szórakozásra és nem beleszólni az életükbe. Van miért sírni a szülőknek. Van miért keresztet hordozni az Úr Jézusnak. Szent István és a szűzanya országában ezt hívjuk ma vallásszabadságnak. Minden ország támasz a talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma megdől, s rabigába görnyed, írta Berzsenyi Dániel. Ma ezt szeretnénk rákényszeríteni Magyarországra, Európa. A gyermekek lelkét a szülők kezéből azonban kéri majd számon az Isten. A bűn rabigájában görnyed ifjúságunk, szabadítsuk fel, mi felelős felnőttek. Bár csak megszívlelnénk Jézus keresztúti drámai intelmeit, ne rajtam, magatokon sírjatok, mert ha ez történik az élő fával, mi lesz a sorsa
a kiszáradtnak. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Április 6-án tartott ruhabőrzét a Kipkop Gyerekház. Az erről készült montásfilmünket tekinthetik meg a következőkben. Thank you.
A kistelki sportcsarnok mellett egy hónappal ezelőtt egy kürtös kalástan nyílt. A vállalkozót, Balog János kérdeztük, milyen ötlet alapján nyitotta meg, milyen is a jó kürtös kalács, és hogy manapság milyen új ízek kerülhetnek fel az édességre. Nagyjából egy hónappal ezelőtt kürtös kalács stand nyílt itt kistelki sportcsarnok mellett. Balog Jánost kérdezem, hogy miért pont itt Kistelken, és miért pont a kistelki sportcsarnoknál nyílt meg ez a stand? Azért itt, mert sokfele nézgelődtünk, sokfele kerestünk helyet, de ahol igazán keresgettünk, itt Kistelek vonatkozásában, nem kaptunk helyet, és akkor gondoltunk egy merészet, bementünk az önkormányzathoz, ott a polgármester urat megkeresve, kértünk engedélyt erre, hiszen ez egy olyan bejáratott helynek tűnt, előzőleg is voltak itt már különféle vállalkozások, gondolok itt a lángossütőre, a párnatisztítóra, meg ez a legforgalmasabb része tulajdonképpen a városnak. És akkor így ide kértünk közterület használati engedélyt, amit meg is kaptunk, és akkor így március 10-11-e tájékán elkezdtük az itteni tevékenységünket. Mikor látogathatnak ide kürtös kalácsot enni a kistelekiek? Itt Kisteleken, ezen a területen, bocsánat, közben ide is kell figyelnem, keddi és pénteki napokon vagyunk itt, reggel olyan 7:30-tól, kedden olyan 4-5 óráig, pénteken pedig egész késő estig sütjük itt a kalácsot a kistelekiek legnagyobb megelégedésére. Más napokon szerdán Puszeszeren vagyunk, szombaton Szentes Tescóban vagyunk, vasárnap pedig hol itt, hol ott, attól függ, hogy milyen rendezvények adódnak. Nehéz ez? Így a magánélettel kicsit összekötni, vagy... Mivel így vagyunk párban, igen, így, igen. Így nagyon nehéz, hogy éjjel-nappal együtt vagyunk. De mivel főállásban vállalkozó vagyok, így tulajdonképpen nem okoz gondot a magánéletem összeegyeztetésével. És mivel a párommal és időnként az ő egyik fiának a segítségével csináljuk, így tulajdonképpen családi vállalkozás vagyunk. Milyen is igazán a finom kürtös kalács? Hát a finom kürtös kalácsnak szerintem 2-3 titka van, az egyik a jó alapanyag. Tehát a tésztába bele kell rakni azt, ami belevaló. Nem szabad spórolni semmivel, mert akkor a minőség rovására megy, és ha ma megveszi valaki, de ízetlen vagy nem megfelelő az állaga, akkor holnap nem jön vissza. Tehát hosszú távon csak a minőségi kalács éri meg. A másik szerintem a sütés. Ugye kürtös kalácsot többfélét lehet csinálni, vagy többféleképpen lehet csinálni, ugye lehet parázson, ez a hagyományos Erdélyből származó igazi kürtös kalács, lehet elektromosan, illetve gázzal lehet sütni. Eltekintve attól, és nem akarom egyik kürtös kalács sütő kollégámat sem megszólni, de én azt mondom, hogy a legjobb, a legfinomabb a parázson sütött. Igazán nem tudom a titkát, hogy a hozzáadott hamu, a hő, mi az, ami ilyen finommá teszi, de mindenki azt mondja, aki összetudja hasonlítani a különféleképpen készítetteket, hogy ez a legfinomabb. Tehát egyik titka a jó alapanyag, a másik a sütés, és a harmadik, amit mi tulajdonképpen akár üzletpolitikának is szánhatunk, hogy szeretettel, jó szívvel készítjük. És lehet, hogy ez adja meg igazán a jó alapízt. Hát ugye kürtös kalácsban általában az öt alapíz, az a vanília, fahéj, kakaó, kókusz és a dió. Ezt minden kürtös kalácsosnál meg lehet kapni. Mi egy picit tovább gondoltuk ezeket, és a mi repertoárunkban van olyan, hogy bounty, ami gyakorlatilag a kókusz és a csoki reszeléknek a keveréke. Van színes cukorkás, van fehér csokoládédarás, barna csokoládédarás, van mogyorós, van narancsos, van csak sós íz, van töpörtős, és van krémes. Melyik a legnépszerűbb itt? Vagy bárhol, ahol kint vannak? Általában az alapízek közül a fahéjas, vaníliás, diós az, ami legnépszerűbb. Itt most már Kistelken kezdjük, már elnézést a kifejezésért, megbolondítani az embereket a töpörtőssel és a krémessel. Ugye mindenki csodálkozik, hogy mi az, hogy töpörtős, hiszen a kürtös kalács alapból ugye egy édes dolog, de aki megkóstolta eddig a töpörtősünket, az jön legközelebb és már kettesével viszi. Bocsánat.
A másik pedig, amit tényleg abszolút szerintem mi találtuk ki, és mi kezdtük el gyártani, ez a krémes, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy alap vaníliás ízesítésű kötöskalács félbe van vágva, közepe meg van töltve képviselő fánknak a vanília krémjével, van egy kis tejszínhab réteg és egy kis csokoládé darával megszórva. Norbi update-nak szoktuk csúfolni úgy magunk között. A kötöskalács készítés folyamata úgy nagy vonalakban, először a tészta készül el. Mi természetesen itt helyben készítjük, helyben dagasztjuk a tésztát, nincs előregyártás. Ahogy fogy, ha az igénynek megfelelően mindig újabb és újabb adagot dagasztunk be, illetve keverünk össze. Utána a partnerem az fönt kiméri, kiadagolja, és elkezdi föltekerni a sütőfákra. Onnan úgy jön ki már, hogy kap egy vaníliás cukor alap ízesítést. Itt a sütés folyamatán, ahogy egyre melegebb parázson történik, ráolvad a tetejére a vaníliás cukor, és annak megfelelően, hogy a vevő miért szeretne kérni, történnek az ízesítések. Az a hőmérsékletet meg vigyázni, hogy... Nagyjából mennyi idő, amíg egy ilyen kürtöskalács elkészül? Dagasztással együtt? Ja, úgy, hát a dagasztás folyamata az max. 10 perc, tehát egy nagyon jó teljesítményű, jó minőségű dagasztógépünk van. Azt tudom mondani, hogy a beleadagolástól kezdve a kivételig egy 10-12 perc alatt megtörténik a kész tésztának az elkészítése. Utána pedig történik a főtekerés, az 1-2 perc, a sütés egy olyan 5-10 perc, attól függően, hogy a parázs éppen milyen állapotban van, vagy hány kalácson van fönt. Április 4-én rendezték meg a Kistelki Könyvtárban a Ballada Mondó versenyt. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Arany János, Rákócziné. Mi lehet téged, busgilice madárka? Várom után nyugdíjcselek bezárva. Vaskalitkám, csillog, ragyog, aranyos. De a lelkem, hely a lelkem, fenekéig zavaros. Mi lehet szülke asszony kékszemű? Társam után az én szívem keserű. Oroszlányom viaskodik csatában, én pedig len fogva vagyok büszke Bécsnek várában. Büszke Bécsnek rettenetes császárja, minek engem itt tartani bezárva? Miért reszked korolelmem gyémántja? Elbocsáthat. Gyönge kezem koronádat nem bántja. Szabadságra könnyű módon szeltehetsz. Szőke asszony, elbocsátlak, elmehetsz. Csillapízső lázatozó férjedet, békességét, hely, örömest odaadlak tégedet. Szőke asszony útnak ered meg sem áll, férje urát felkeresni újvárnál. Szólana is, köszönne is, hiába. Odaborul, mint a bokor, odaborul nyakába. Ingó, bingó, rózsabokor vállamon, hozott Isten, édes kedves angyalom. Isten hozott, úgy ha jöttél, szép virág. Hogy érezted volna másként, az a bécsi porkoláb? Hátra tekint a szép asszony, de nem szól. Háta mögött áll a csekém, tudja jól. Császár küldte a csekémet utána, hallgatózni. Leskelődni, békeszerző szavára. Ingó, bingó, rózsabokor vállamon. Néma vagy-e, hogy nem szól a szangyalom? Néma legyek, mikor arra szót vesztek, amiért a bécsi udvar engem ide eresztett. Azt akarnák, fullánk legyen csókomba, mézes mákot elegítsek szavamba, kebelemen altassam el haragod. Akkor aztán egy országért kiadnának egy rabot. Személyemnek Magyarország nagyára. Visszamegyek, szavam adtam rája. Felfogadtam, meg is állom emberül. Visszamegyek, ha veled a békesség nem sikerül. Jobban ismerette Bécset nálamnál.
hitszegővel alkuba miért ellenáll? Szavajáték, hit a szellő, kárhoza. Vezérelje a jó Isten győzedelmes kardodat. Ez igaz, hit legyen áldás utadon, vezéreljen a jó Isten angyalom. Válaszomat érdemes cseh, vidd vissza. Császárod, ha ilyet akar, magyar nőre ne bízza. Búbánatos szőke asszony kékszemű, meddig lesz még a te sorsod keserű? Rab vagyok még büszke Bécsnek várában, rab vagyok, de oroszlányom harca nem lesz hiában. Szegény jobbágy, életkép a múltból. Széles országúton andalog a jobbágy, végzi keservesen vármegye robotját. Kavicsos fövénnyel rakta meg szekerét, annak terhe alatt nyikorog a kerék. Tántorogva ballag a két kajla sűre, alig tetszik rajta, hogy mozog előre. Méla mind a kettő, mintha gondolkoznék. Hány ízben hozott már, és hány ízben hoz még? Ott ül a szegény pór az első sarogján, elkapott ostorát a kezében fogván. Szomorú képére rőt kalapja alá hullna, ha 4-5 számadzag nem tartaná. Néha megszakasztja hosszú hallgatását, biztatgatja két hű igavonó társát, de azok nem bírnak lépni sebesebben. Talpuk a kőúttól, ég eleven sebben. Széles országúton, mint az ég morgása, hallik a távolban hintó robogása. Csak imént dördült meg messzi földön, és lám, perc alatt elé tűnt, mint a fényes villám. A négy szürke lónak, a két kajla sőre, nagy keservesen tud kitérni előle. Pedig félni, félnek, mert az Isten adták. Bírnák csak a jármot, mindjárt elragadnák. Dőjfös úri kocsis ül a hintó bakján, félkezében cifra ostort csomogtatván. Jobban esik neki a kényes lelkének, ha nyakába sújt a két szegény sőrének. Jobban esik neki, ha egyet kiálthat, földi, a kerékat siratja a hájat. Kár volt annak árát a csapszéken hagyni, szegény tengelyedet siralomnak adni. Föltekint a jobbágy, szomorúan felel. Hely, biza hájárát nem kocsma nyelte el. Ami volt körültem egy kevés zsiradék, gyors hintóitokra mind felkenegeték. De a hintónépe nem hallotta el szót. Szegény ember, és ez így talán jobb is volt. Másképp kiálljott, hogy egy gyámságos kezek nyers nyakasságodért meg nem fenyítenek. Heltai Jenő, ballada a három patkányról. Ott, ahol a Ferencváros hintiváját szeltesét, egy pazar nagy pince mélyén három patkány éldegélt. Három patkány, három testvér, pajkos, fürge és bohó, s mint ahogy az ifjúsághoz illik, folyton éhes és mohó. Volt a kedves pince mellett, egy csemege volt, ahol csupa elsőrangú finom holmi volt. Egyszer éjjel a legelső fürge patkány útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom ellelelt. Lábújhegyen járt a polcon, elkerülve minden zajt. Megevett egy adag sajtot, rá volt írva grói sajt. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt, mert a finom grói sajt az hamisítva volt. A második ifjú patkány bánatosan útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom eledelt.
Lábújhegyen járt a polcon, mert a bölcs mindig vigyáz. Neki esett egy gyümölcsnek, rá volt írva ananász. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt, mert a finom ananász is hamisítva volt. A harmadik ifjú patkányt lesújtotta a dolog, sírni kezdett, nem élem túl, én síkán meghalok, társak nélkül így az élet mit sem ér, s hősiesen patkány mérget vett a boltba háromért. Ez a patkány ma is élmény, hogyha meg nem holt, mert a patkány méreg is csak hamisítva volt. Viszontlátásra. Zárva van. Kiengednek. Arany János, tetemre hívás. A radványi sötét erdőben halva találták Báci Benőt. Hosszú, hegyes tőr ifjú szívébe, íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letevék a hűs palotán, ki se teríteti, meg se mosatja. Vérben, ahogy volt, nap-nap után hever, egyszerű ravatalán. Állatta őrzeni négy alabárdost, lélek ez ajtón sebe, se ki! Hát, ha az anyja szép húga már most jönne siratni, vissza neki! Jaj, ki parancsom, élve szegi! Folytva, teremről rejti teremre, hadzugogását, asszonyi gú. Maga pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz övként sanda gyanú. Legyen a sebb vérzése tanú. A palotát fedi fekete posztó, déli verőn sem sütod alá. Áll a tetemnél tiszti pörosztó, gyertya, feszület, kánoni kap. Sárga viaszfényt nyugheje kap. Jöjjenek ellenségi, ha voltak! Jöjjök itt az apja rendre nevez. Hiába, nem indul sebe a holtnak. Áll a fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez, újra nem ez. Hát ki? Riadt fel Báci sötéten. Bosszulatlan, nem folyező sivér. Ide a gyilkost, bárha pecsétem váddal az önnen szívem ígér. Mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát ifjú baráti. Sorra beléd elsők, Dalia. Fáj nekik a hőst véri belátni, s nem harc mezén elomlania. Erre se vérzik Bárci fia. Jöjjön az udvar, apraja nagyja, jöjjön elő Bárca falu mint! Megkönnyezetlen, senki se hangja. Kedves urára számba tekint, nem fakad a sebb könyre megint. Jöjjön az anyja, hajadon húga! Künn a leány már messze sikolt. Anyja reárogy, öleli búgva. Mindre nem éres semmit a holt. Marad a tört vér, fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája, Kund Abigail. Jő, szeme villan, s tapad a tőre. Arca szobor lett, lába gyökér, sebből pirosan buzog a vér. Könnye se perdül, jajja se hallik, csak oda kap, hol fészkel az agy. Iszonyú az, mi oda nyilallik, döbbenet által a szívere fagy. Jányom, ez ifjú gyilkosa vagy! Kétszeri mondást, mint lebűvölten, hallgat el, aztán így remegi. Bárci Benőt én meg nem öltem, tanúm az ég, s minden seregi. Ha nem tört, én adtam neki. Bírt a szívem már hű szerelemre, s tudhatta, közöttünk nem valagát. Unszola, mégis szóval igenre, mert ha nem, ő kivégzi magát. Enyelegve Adám a tört, nosza hát!
Svadul, s ebből a tört kiragadja. Szemed szokatlan lángot növel. Kacag és sír, s felvillogtatja, s vércseni songással rohan el. Vetni kezet rá, senki sem már. Odakint, lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni sem szégyel. Dal a víg. Egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel. Április 6-án rendezték meg a megyei harmadosztályú bajnokság 19. fordulóját, ahol a kisteleki TE hazai pályán fogadta a Rúzsa KSL csapatát. A mérkőzés teljes egészében tekinthetik meg a következőkben. Hajrá, küte, a foci szelleme,
Thank you.
Thank you.
16-os vonala! Yeah.
Vagy.
Thank you.
Jó,
Gyere!
Thank you.
Ricca!
Я тоже не могу.
Lapos, lapos, lapos! 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 Lapos, lapos
kicsit! Lásd, de már! Vissza neki! Robi! Robi!
Egy,
Thank you.
Gyere! 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 Gy
Az Állampolgári Bizottság, az Emberi Jogokért Alapítvány egy magyarországi esetet bemutató közhasznú reklámfilmjét tekinthetik meg a következőkben. Jukovics Mirko irigyelt vállalkozó volt. Jól menő autókereskedést működtetett. Büszkén segítette két élsportoló fia szépen épülő karrierjét. Szerető felesége pedig egy éve hozta világra a harmadik gyermeküket. Csak egy hibát követett el. Bízott a pszichiáterekben. A házasságunk első 20 évében semmi problémája nem volt a Mirkónak. Egy teljesen kiegyensúlyozott, határozott, vidám, segítőkész, rengeteg baráttal egy boldog ember volt. Tehát ameddig ezt a kezelést el nem kezdték. Piukovics Mirkót egy olyan pszichiátriai szerrel kezelték, melynek szintjét a vérben időszakosan ellenőrizni kellett volna. Miután a szer mennyisége elérte a megengedett szint háromszorosát, Mirko maradandó károsodásokat szenvedett.
körülbelül 7 millió kilométert vezettem, balesetmentesen. És van egy héten, lehet, hogy csak egyszer, vagy kétszer, háromszor, de valahogy 4 kanyart is megyek kocsikért. És fölborult a olvasom, mert a nézősom házi orvos adott egy beutolót, és az a pszichiátriára szólt. És onnan küldtek el a belgyógyászatra a vérnyomás miatt, és aztán vissza ott a pszichiátriára, ahol meg azt mondták, hogy a hangulatomat beállítják, hogy jól legyen. Beszerintük, azzal van a baj. Én semmi bajom nem volt a hangulatommal, csak a doki gondolta így. De nekem nem mondta, hogy ő bármilyen olyan diagnózisokra gyanakszik, nem ellenőrizték a gyógyszer szintjét a vérembe, meg egy csomó protokollt nem csináltak, és végén ebből kerültem be a kórházba, amikor már nem éreztem jól magam. Kiderült számukra, hogy milyen hibákat csináltak, és valahogy el akarták titkolni, és nekiálltak nyugtatókkal tömni 6 napon keresztül, mire majd meghaltam. Nagyon sokszor bennem felmerült a kétség. Én ezt meg is fogalmaztam. A személyiségváltozást, azokat a dolgokat, ami nekem nagyon fura volt a férjemben, ezeket én a kezelőorvosnak rendszeresen jeleztem. Sokszor mondta, hogy nem merjen felülbírálni, tehát hogy jön egy családtag ahhoz, hogy az orvosnak a diagnózisát vagy a kezelési módszerét felülbírálja. Gyakorlatilag, mint egy ilyen teljhatalmú úr, ők úgy kezelik a betegeket. Én rájöttem, hogy miután rászoktatnak egy beteget egy gyógyszerre, gyakorlatilag nincs az a családtag, nincs az a másik orvos, aki le tudja róla beszélni, olyan, mintha be lenne drogozva. Nekem ez volt a véleményem. Ott voltunk egy évvel azután, hogy kikerült a kórházból, hogy nem találtunk olyan embert, se orvost, se jogászt, se senkit, aki képviseljen bennünket. Senkit az országban. Tehát nem találtunk egy neurológust, nem találtunk egy ügyvédet, senki nem akart büntetőügyet vállalni. Amikor meghallják, hogy pszichiátriai beteg volt, vagy pszichiátrián kezelték az illetőt, mint a leprástól úgy menekülnek. Ez így van. És akkor mi tulajdonképpen úgy kerültünk ide, hogy ez volt az egyetlen járható út számunkra. Ez a segítség. Ennyi. Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelés során? Ne hagyja annyiban! panasz@cchr.hu Következő adásunkat jövő hét kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Kedd adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Valamint iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol eddig adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetők. Nem utolsó sorban pedig kövessék a Kistelki Városi Televízió Facebook oldalát. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!